Jön tehát a délután utolsó mérkőzés a John Murnen és Ian White főszereplésével, ők zárják tehát itt a péntek délutánunkat. Laci, mit kell tudni az erőviszonyokról? Eddig háromszor játszottak egymás ellen, elég régen, mert 15-ben játszottak először, aztán utána 21-ben utoljára, és ebből kétszer nyert Ian White, egyszer pedig John Murnen. A legutóbbi 10-15 mérkőzésük formáját tekintve John Murnen az, aki jobb formában van. Ő itt a legutóbbi European Touron, valamint itt a hónap elején a Players Championship fordulón tudott 2-2-t haladni, míg Ian White ezt nem tudja magáról elmondani. Itt a legutóbbi 10 mérkőzéséből egyet tudott csak nyerni összesen. Ettől függetlenül a fogadó irodák Ian White-ot hozzák esélyesebbnek, bár nem sokkal, mert 1,8 Ian White fizetése és kétszeres John Murnené. Ian White háromszor is nyert már a European Touron, de hát az igen régen volt, és mi nem bizonyítaná jobban, hogy hát azóta azért az erőviszonyok teljesen megváltoztak, hogy idén két fordulón volt ott, és nem nyert még meccset Ian White. Igen. Mert hogy Grazban egy helyi játékos Gosznak ellen veszített 6-4 arányban, majd aztán egy héttel később Leverkusenben pedig az imént látott Cameron Menzies győzte őt le 6-3 arányban. Azóta nem szerepelt European Tour fordulóban, ami pedig Murnent illeti, ő is két European Tour fordulóban túl. Az első alkalommal kikapott már pénteken Kim Huybrechts ellen, viszont aztán, közben nézzük ezt, 180! Viszont Stuttgartban két mérkőzést is nyert, Lukas Vénig után Dimitri van den Berget is legyőzte, és végül Luke Humphries jelentette számára a végállomást. Igen. Joe Murnen igazi meglepetés ember tud lenni, mert akármilyen rosszul kezd, a végjátéka mindig jó, tehát egy jó hajrás ember. Ettől függetlenül én személy szerint Ian White-nak a győzelmét szeretném jobban. Bár nem drukkolok egyikőjüknek sem, de nekem tetszik Ian White-nak az a rezignált játéka, hogy ő játszik. 180! Hogy ez egy kalap is. Igen. Próbálom megfejteni, mi van ráírva, de az írott németet még annyira nem értem, mint a nyomtatottat. Joe Murnen előtt itt a lehetőség, hát a tripla 5 a sokat nem segít. 54. Nagyon jó helyen van. Óha! Igen, ez tripla 6 lett. Dupla 14-en kell folytatni. És nincs benne. Kicsit csak megzavarta. Murnen 82-re. Úgy van, 17-es. És a dupla 20-ra egy nyíl. Fölötte. Rá lehet dobni még egyszer a dupla 14-re. Közben kapom az információt Füzi Ádámtól, hogy Ian White megváltoztatta a nyilait, újfajta nyilakkal dob. Úgy látszik hatásos. Behúzza az első leget kezdésből, pedig Murnennek volt lehetősége. Egy No White-nak. Ezt a három European Tour sikert 2018-ban és 2019-ben aratta. 18-ban a Dutch Dart Championship-et nyerte meg Maastrichtben White, 2019-ben pedig Peter Wright legyőzésével a European Darts Grand Prix-t húzta be Zindelfingenben, illetve megnyerte Michael van Gerwen ellen a Dutch Darts Masters-t is 2019-ben, ennek Zwolle volt a helyszíne, és emellett van három elveszített finália is, így az örök ranglistán a 7. helyen található Ian White, ami azért igencsak szép teljesítmény. Bizony. Ez csak 60 pont. Oh,
az előző két mérkőzéshez képest viszonylag lassan halad eddig ez a meccs. Szépen korrigált. Mörnerről ez nem mondható el. Viszont ő már kiszállón van. Két tripla kellene ez White-nak. Most már aztán végképp kell kettő tripla 20. Ó, nem az ötös kell, hanem tripla 20 kérem. 82 csak a dobás. 6 nyíl a 170-re Joe Mörnennél. Ki is fogja használni a tripla 1-jel kezdett. 42 a dobás, 128 marad. Sokat nem segít. Bizony nem. Most ilyen vagy kicsit magára talált. Nagyon jó. 121. Jó a tripla. Nagyon 18. Jó. Kellett volna még egy ahhoz, hogy 58-70 pontnál tripla 10. Nagyon szép. Maradt a 40. Viszont White előtt most itt a lehetőség. Nincs tripla 19. Dupla? Úgy az van, és a dupla 20 a végén. Ó, éppen csak alatta. Ha rádés lett volna. Tapsot így is megkapja. Legyintett is rá egyet. Ugyan hagyjuk. Nincs nem benne a dupla 20-ba. Pedig a drótot letolta már egy kicsit, de ez sem volt elegendő. White előtt itt a lehetőség, hogy 2-0-ra alakítsa az állást. Na, nagyon jó helyen van. Ott van benne bizony. Hát egyelőre Mörner nem igazán tud felnőni a feladathoz. 76-os átlag. 4 eldobott nyíl a duplára. Egyik sem sikeres, van még ideje belelendülni, de ennél azért jócskán jobb játék kell majd. Bizony, 97-tel kezdi ilyen White. Most jön másodjára szépen a tripla, a harmadik is benne, nagyon jó, 140. Hát igen, ezt kell csinálni az átsó pályáról. Nagyon jó a második, viszont alatt a 100 pont. Kell egy tripla, és akkor megvan az előny Mörnennek a folytatásra is. Az most jön. 100 pont csak. Nem lehet elég korán kezdeni, látod? A 101. Chris Dobby várja a holnapi mérkőzését. Na nézzük 135-re White-ot. Jó. Nagyon jó, tripla 15 kell. Aj, tripla 2 lett! 75 a dobás, 60 pont maradt. Tripla 13, nem, tripla 17-re próbált egyet. 14-es, és a dupla 20-ra egy nyíl. Az nagyon leesett. Így van. Lássuk White, két nyíl lehet a 3-0-ához. Hol az a dupla 20? Ott az a dupla 20, bizony. Hát ez elég erős kezdés. Kiszállóban nagyon erős Ian White. Most. Ami az esti programot illeti, azért van most idő talán arra, hogy akkor felhívjam a figyelmet, és egyben egy kis kettcsinálót, és
hozzak az estéhez, ugye, mivel három visszalépés is volt este. Hét mérkőzésünk lesz, Martin Lukman kezd Joe Michael ellen, aztán ilyen Sebastian Bielecki és Mervyn King összecsapása, Kellen Ritz és Jonathan Worsley folytatja, majd aztán ilyen Madar Srazma Dragutin Horváth ellen, Lukas Vénik Steve Lennonnal játszik, Danny Noppert Robbie John Rodriguezzel, és az est zárásaként Florian Hempel Bradley Brooks ellen lép színpadra. Ez a hét mérkőzésünk lesz tehát este. Én maradok, és Laci megy, de az ő helyét Barta Zsolti átveszi. Úgyhogy így leszünk majd este héttől. Igen, én majd vasárnap jövök vissza, mert holnap nemzeti bajnokság van a Köki Terminálban, és nekem alérdeké tudta helyen. Nézni kell a statisztikát, valószínűleg az úriember azért igen, figyelt a telefon. Valószínűleg a statisztikát, igen. 121-es kiszálló négy Mörnen. Whitenak két tripla kellene. Hát nem az, az egyesből. Végülis a kettő tripla az megvan. 200-ra akart kerekíteni, arra nagyon jó volt. 16. Úgy van. 40. 40 pont maradt bizony. Nagyon jó. Második alatta. De 140-nel 60-ra tudott kerekíteni. Most viszont elsőre megvan. Hát ott megérkeztük a játék második felébe, és Joe Mörnen kezd fölébredni. Lassan hat a kávé. Rosszabb hatással volt rá ez a nagy várakozás, ugye itt két mérkőzés között negyed óra telt el. Talán nem titok, hogy Lacival itt beszéltünk a meccsek között arról, hogy kinek jó, hogy miért jó ez a megoldás. És hát azért ez tényleg nem feltétlenül kedvező, talán áthidalható, de minden esetre azért tényleg kellemetlen, a közvetítés szempontjából is, hogy ilyen óriási lyukakat hagynak a meccsek között, és ugye nem is tudhatjuk, hogy mekkorákat. Persze, meg hát ugye a kedves tévénézők is, ugye csak a reklámokat látják, meg a promókat szinte, és köztük van egy kis dárc is. Igen. Van, amikor fel tudják tölteni a mezőnyt, ez nem történt most meg. Ezért ilyen foghíjas a délutánunk. Fej-fej mellett egyelőre. Micsoda művészi alkotás. Ráért. Rá, volt ideje két mérkőzés között is. Igen, nem nagyon vonták el a figyelmén. Nagyon szép ez, nagyon jó. Tripa 19. Ott is van 177. Nagyon szép. Ott a 36. Ilyen szép dobás után a tábla sörért jöttem, az is szép. Dupla 9. Még mindig. Benne is van. 4-1. Egyre szorultabb helyzetben Joe Mörnen. Úgy látszik, a kávé hatása még a hátsó pályás játékra nem terjed ki. Nem, egyáltalán. Nem úgy Whitey, aki 140-nel indít, és már is 99 pontos előnyben. Nem jönnek a triplák Mörnennek. Ó, de a szektorhibák annál inkább megint 41. Két kör után összesen 82 pontot tudott összeszedni, miközben White nagyon jó triplákat. 140. Óriási különbség. Majdnem 200 pontnyi. Na most jön egy tripla, de ez is csak egy százasra elég, miközben ilyen White szinte biztos, hogy kiszálló lesz. Ha csak nem dob szektorhibát.
Nem bizony. Tripla 20-at dob. Ez már kiszálló szint, így meg aztán pláne 81 pontig tud lejönni. Halál nyugodtan tud rádobni arra a tripla 19-re, vagy akár a 25-re, hogy biztos, teljesen biztosra menjen. De ő tripla 19-re ment. 62-nél tripla 10. Nem, tripla 15 lett, úgyhogy maradt a 17 pont. Így akkor dupla 4-en várja a következő kört. Ian White. Na Mörner megérkezik a végére, 140. Nyomást azért próbál gyakorolni White-ra. Na még egyet. Jó helyen van. Úgy is van benne az 5-1. 5-1 kezdhet a meccsért Ian White. Ez bántóan egy oldalú. Két break-kel már. Hát annyit tudott elérni Joe Mernon, hogy nem lesz belőle söprés. Mondjuk azt, hogy legalább egy szép 13 nyilas játékkal, de hát sajnos úgy látszik, ennyi volt ilyen vált. Igen, és akkor azért tényleg úgy tűnt, hogy te is mondtad, hogy Mernon megint eljött a pillanat, amikor megérkezik a mérkőzésbe, és azért láthatóan Ian White is akkor kapta el még jobban a fonalat, hiszen utána már 15 és 14 nyilas legekkel jelentkezett. Hogy neki is kellett idő. Jó étvágyat kívánunk az ebédhez. Nagyon szép. 180! Ez a harmadik a mérkőzésen, ebből kettőt helyezett oda Ian White. Nagyon jó. 140-nel 85-ig. Ian White olyan teljesítmény nyújt, mint itt előttünk sok mindenki. Közel 100-as átlagon. Mernon nem tudja felvenni vele a versenyt. Igazából ez azért ennyire sima. 6 nyíl a 85-re, hogy befejezze a mérkőzést. Nagyon jó. Egy meccs nyíl. Éppen csak mellé. Szóval mennyire nem figyeli az ellenfél játékát egy-egy játékos, olyan érdekes, nem? Hogy rádob a dupla 8-ra, úgyhogy az ellenfélnek nem volt meg, de nem volt kiszállóra sem, kiszálló szinten, itt viszont megvan 6-1. És, hát ez egyértelmű volt. És haragszik magára, hogy nem dobta meg, óriási. Söprés nem lett, de így is nagyon simán nyerte Ian White a Joe Mernon elleni mérkőzést, ezzel bebiztosította a helyét holnapra. Mi pedig azt tudjuk mondani, hogy tartsanak velünk majd 7 órától, és hiszen jön majd újabb 7 találkozó itt, egészen konkrétan a European Darts Match Play-en. Molnár Lacinak köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Ő volt velem, én jövök vissza 7-kor, Balta Zsoltal, számítok önökre is. Minden jót, viszontlátásra, viszontlátásra. Viszontlátásra.